Aláírásgyűjtésbe és kampányba kezdett az LMP. Szerintük a következő európai parlamenti ciklus legfontosabb kérdése, hogy sikerül-e visszaszorítani a nagyvállalatok környezetszennyezését új szabályozásokkal. Erről Vágó Gábor, a párt listavezetője beszélt Győrben. Az LMP az európai parlamentben határozottan ki fog állni azért, hogy Magyarország nem lehet a nagyvállalatoknak a szennyező telepe, nem lehet a magyar munkás az európai szinten egy rabszolga. Azt gondoljuk, most ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelnie az itt dolgozó vállalatoknak, mint Németországban. Nem kérünk többet, mint amint az európai színvonal garantálna Magyarországnak. Vágó Gábor hangsúlyozta, a párt számára a legfontosabb a magyar emberek egészsége és érdeke. Konkrétan Győrben ez mennyire is aktuális, ez nagyon szépen mutatja azt, hogy ugye Győr ipartelep mellett ott van Győr Szent Iván. Ott fokozott az ipari légszennyezés, amelyet a város egészében lehet érezni, de a győrszentivániak sokkal többet szenvednek tőle. Általában Magyarországon 3 évvel kevesebbet élünk csak a légszennyezettség miatt, Győrszentivánban ez jóval magasabb érték. Hozzátette, az Európai Parlament egy olyan terep, ahol komoly döntéseket lehet meghozni, és ez pedig az egyre súlyosabb környezetszennyezés miatt kritikus lesz a következő években.